lehoz az életről típusú eset, de ahogy lehoz az életről. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről lesz szó, amiknek csak egyetlen egy kötete van. Ennek van egy első része, amit még kb. A Covid alatt csináltam, szóval nagyon-nagyon régen, és így néha, amikor próbálok videóötleteket gyűjteni, akkor vissza szoktam nézegetni, hogy régen mit csináltam, mert van egy csomó, amiből lehet ilyen második, harmadik részt akár készíteni, és ez is most egy olyan, úgyhogy összeszedtem néhány egykötetes könyvet, ami így abban a videóban nem volt, meg frissebb is, és ezeket szeretném ajánlani, mert mostanában nem tudom, vezetem a kis olvasási statisztikámat, és nagyon sok könyv, amit olvasok, az egyébként valahogy sorozat része, minimum duológia, meg egy csomó mindennek manapság így jön ilyen extra folytatás második rész, és akkor úgy már ugye sorozatnak számít, és úgy néha nekem is csak van kedvem ahhoz, hogy nem akarok egy egész sorozatba belekezni, csak azt az egy darab, nem tudom, 400 oldalas könyvet akarom elejétől végig, és nekem annyi elég. Nem kell 15 könyv, most pont igen 15, mint ugye a Wings of Fire, tehát hogy egy könyv, de úgy kerek. Úgyhogy nézzük az egykötetes könyves lista a második részét. Az első legyen Ecsédi Orsolyától a Juli vagyok könyv, ami idén az egyik nagy kedvenc olvasmányom volt. Ez a könyv szerintem súrolja a mágikus realizmust valamilyen úton, módon, ugyanis Juli talál egy könyvet, aminek segítségével a könyves álompasjait személyesen is megismerheti, és nagyon vicces, ilyen romantikus felnövéstörténet is. Ugye Juli egy könyvmoly és a saját valóságában így nem találja meg a kapcsolódási pontokat az emberekkel, és akkor hogy azt gondolja, hogy hát mert a fikciós karakterek azok sokkal-sokkal jobbak, és velük sokkal jobban el tudna lenni, és hát lehet, hogy kiderülnek ezekről a gondolatairól egy dolgok, amik talán nem is úgy vannak, ahogy nagyon-nagyon szerettem, és Ecsédi Orsolya humora nagyon-nagyon jó, és olyan alakokkal dolgozik a kötet, akiket mindenki azért ismer, ilyen arhetípusokkal, úgyhogy olvasatok Julit, nagyon-nagyon jó, ajánlott kötelező könyvmoly olvasmány, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Aztán a következő Peter S. Biggöttől az utolsó egy szarvú. Technikailag ennek a könyvnek van egy második része, ami egy ilyen 30 oldalas novella, de alapjába véve ez egy egykötetes könyv, és a plusz egy novellával egyébként ott van fölöttem a Két szív című novella folytatásával együtt egy kötetben kapható, tehát hogy nem úgy van, hogy mondjuk két kötetre van szedve a könyv. Ebben az utolsó egyszarvút követjük, aki elindul megkeresni, hogy hová tűnt a többi egyszarvú, és ez egy ilyen, hát én már ezt klasszikusnak gondolom. Ugye ebből volt az animációs film is, és nagyon-nagyon szép ez az új kiadása a Cicerone, a Gabonáját, bocsánat. És én a rajzfilm miatt is akartam elolvasni, mert a rajzfilmből ilyen foszlányokra emlékeztem. És ez egy ilyen nagyon keserédes történet, de közben nagyon jó volt. Tehát egyszerre fájt, és volt jó. És unikorn is. Meg kell hagyni, igen, a fő motivációm az volt annak a könyvnek az elolvasására, hogy unikorn is. És aztán kijött még ez egy nagyon lila borítós kiadás is, úgyhogy... Szoktam mondani, nekem nem kell sok a boldogsághoz. Unikorn is és lila. Ez egy picit régebbi olvasásom már, a Vezércsel Walter Tevis-től, amit én azután olvastam el, hogy megnéztem a Netflixes sorozatot, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és a könyv alapja is igazából nekem nagyon tetszett. Sok szempontban nagyon hasonló lett az adaptáció, mint a könyv, ilyen nagyon minimális eltérések vannak. Talán a könyvben az lehet egy kicsit, mert tudom, hogy apámnak például nagyon nem tetszett, mert hogy így... Sokkal jobban belemegy így a sakk mozdulatok leírásába, és ugye azt a sorozatban csak azt látod, hogy pakolgatják ugye a bábukat. Minden esetre, hogyha valaki szerette azt a sorozatot, vagy szereti a sakkot, szerintem egyébként egy tök izgalmas kötet, és az benne még egy ilyen plusz extra, hogy nyilván női főszereplős, szóval, hogy és ráadásul úgy női főszereplős, hogy ugye a sakk is ilyen, legalábbis amilyen korban az játszódik, az inkább ilyen férfi uralta sportnak mondjuk a sakkot, na mindegy, versenyág, nem tudom.
És én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet is, meg a sorozatot is, úgyhogy mindkettőt tudom ajánlani. A következő a Daisy Jones and the Six, ami szintén most jött ki belőle, tehát hogy ebből most jött ki az adaptáció Amazonra, és én ezt karácsonykor olvastam, van belőle egy vlog is a csatornám, majd ide belinkelem, ha nem felejtem el. Ami ennek a könyvnek a különlegessége, hogy ez egy interjús kötet, és egy fikciós világsztár bandáról szól, mert amikor elkezdtem nézni a szüleimmel a sorozatot, akkor így a sorozat felénél így kiebrándítottam őket, hogy amúgy ez nem egy létező banda, de mindegy. Szóval a Daisy Jones and the Six című nevű bandáról szól, akiknek így szárnyalt fölfelé a karrierjük, és aztán egyszer csak minden szó nélkül puff, vége lett, és soha senki nem tudta meg, hogy miért váltak szét, és a banda megalakulásától kezdve a végéig gyakorlatilag meséli el ez a kötet ilyen interjúkból összerakva, hogy mi is történt. Én nagyon szerettem a könyvet, és a sorozatra egyébként azt hittem, hogy nem fogom annyira kedvelni, de a sorozat is végül nagyon-nagyon tetszett, sőt, szerintem vannak dolgok, amik jobban meg is lettek oldva a sorozatban, és extraként ezt ki is a sorozat film, vagy a, szóval a sorozat könyv kibeszélését, így összehasonlítását, ezt Emmával a podcastünk keretein belül meg is ejtettük, úgyhogy az is belinkelem, de egyébként tehát a podcastes lejátszási listán megtalálható, hogyha valakit érdekelne az összehasonlítás. És ugye hát nem, ugye egyrészt egykötetes, másrészt nagyon-nagyon gyorsan olvasható az interjús formája miatt. Következő, Moskát Anitától az Irha és Bőr, ezt a könyvet nagyon sokat ajánlottam már, de továbbra is ajánlom, mert Moskát Anitának elképesztő, ami így az agyában leforog, és aztán azt beteszi könyvbe. Nagyon durva ez a könyv, tehát, hogy az így lehoz az életről típusú eset, de ahogy lehoz az életről. Ugyanis ugye az Irha és Bőrnek az a koncepciója, hogy egyszer csak valami úton, módon az állatoknak volt ilyen hát átváltozása, amikor is így félig meddig emberré változtak, de megtartottak állati jegyeket különböző mértékben, mennyiségben, és akkor ebben az új világban végül is próbálnak ezzel hát együtt élni az emberek, és főként igazából ezeket az állatembereket, őket elkülönítik ilyen gettókba, és több szemszögből fut a történet, és nagyon sok témát feszeget, amiket így Oké, itt most ugye ez a félig állat, félig ember per az emberek közötti viszonyra van ráhúzva, de hogy nagyon sok egyéb dologra lehet látni az áthallást, vagy át lehet hallani ugye a dolgokat. Fajzatok voltak. Ez 2 éve olvastam, nagyon meghatározó olvasmány volt egyébként, és Moskát Anita nagyon durván ír, tehát hogy... De imádom. Imádom, amit tesznek velem a könyvei. A következő legyen Palágyi Erlászótól az Éjkapu. Ez számomra egy nagyon meglepő kötet volt. Azt hiszem egyébként neki a Gabós novellás kötetekben is jelentek meg novellái. Ez egy pályázatos könyv volt, és engem nagyon meglepett ez a könyv, így kicsit ilyen Szimbád érzéseim voltak, azt hiszem, vele kapcsolatban, mert hogy egy ponton, tehát igazából arról szól a sztori, hogy áthajóznak ezen a bizonyos éjkapun, ahol egy másik világon kötnek ki. Igazából ezt a könyvet is már viszonylag régen olvastam, de arra emlékszem, hogy nem várt módokon lepett meg engem. Ez is egy ilyen high fantasy, kicsit ugye benne van ez a tengerészkedés, de vannak benne lovagok, meg királyság, meg ilyenek, és így ez az éjkapu ugye központi elem olyan szempontból, hogy azon átmenni, meg visszajönni, ott bizonyos dolgok történnek. Ezt így nagyon hülyén mondtam el, de azért is, mert tényleg így már régen olvastam, viszont tényleg én nem számítottam rá, hogy ez a könyv nekem olyan élményt fog adni, amilyet végül adott, és tényleg nagyon durván kellemes, pozitív csalódás volt ez a regény. Kicsit kell idő, amíg, mert azt tudom, hogy a nevek, meg megígézni, hogy ki kicsoda, az időbe telt, de utána nagyon gyorsan olvastam is, mert nagyon érdekes és izgalmas volt, és voltak benne tényleg nagyon nem várt fordulatok. Következő a Ház az égszínkék tengernél, TJ Klumtól, ezt nem tudom, hogy kell-e még ajánlani, mert szerintem egy időben ezt a BookTube-on szétajánlottuk. Én nagyon-nagyon szeretem TJ Klum könyveit, nagyon szerettem a Ház az égszínkék tengernél, olvastam már 2-szer,
olvastam egyszer magyarul, meg olvastam egyszer angolul, de lehet olvastam egy harmadik alkalommal is. Vagy rosszul emlékszem. Mindegy, nagyon-nagyon szerettem, a T.J. Clune ilyen kedves könyveket ír. Ebben az univerzumban például, hogyha valaki még nem hallotta volna a sztorit, az van, hogy vannak ilyen mágikus képes, vagy mágikus lények, gyerekek, árvák. Valamilyen úton-módon van valami fantasy elem beépítve beléjük. Tehát, hogy mit tudom én, benne van Lucifer, aki gyakorlatilag az Antikrisztus, de imádjuk Lucifer, Lucifer annyira cuki, Lucy. És igazából az a sztori, hogy egy ilyen tengerparton révő kis szigetre küldik ki Linust, akinek felügyelnie kell, hogy mi történik ebben az árvaházban. És annyira kedves, hogy mindig ez a könyv, és én nagyon-nagyon szerettem, és most fog egyébként T.J. Clune-nak megjelenni a legújabb könyve is majd valamikor magyarul, úgyhogy azt is nagyon várom. És igen, T.J. Clune-nak ezek az újabb könyvei már egykötetesek, de hogy például van neki is sorozata, és azok is érdekelnek, de hogy ez a Ház az égszínkék tengerne, vagy a Suttogó ajtón túl is mindegyik egykötetes, és így egy kerek egész történetek, de mindenképp az ember lelkének olyan jó leső könyvek, én nagyon-nagyon szeretem. Tényleg annyira kedves, és szeretem, amikor egy könyv kedves. Mert az élet nem annyira kedves, és szeretem, amikor legalább a könyvek kedvesek. A következő egy szintén friss olvasás, ez Szabó Krisztinától az Ellopott kívánság, és szintén fantasy, de szintén egy kötetes, és ez ilyen romantikus ifjúsági fantasy. Én nagyon-nagyon szerettem az Ellopott kívánságot. Brutál jól csinálta, amit csinált, tehát, hogy ez is így nagyon durván meglepett. Mind a romantikus trópok tekintetében, mint a fantasy részében, és nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet. Történetügyileg ez arról szól, ez ugye Andy Lobby, hogy a szultán fia fölbérli a város legjobb tolvaját, Aliát, hogy lopjon el neki valamit a palotába, és akkor úgy viszi be magához a palotába, mint a szeretője, és akkor ugye így kamukapcsolat, kicsit enemies to lovers, és annyira jól csinálja ez a könyv, amit csinál, hogy még mindig nem hiszem el. És mindeközben ugye arab vagy keleti ihletésű fantasy, szóval ilyen dzsines arab tematika. Csodálatos, olvassátok. És bónuszpontok, magyar szerző. Első könyves magyar szerző. Következő, Lucy Foley-tól a Vadászparti. Ez is egy elég régi olvasmányom, ez egy thriller, ami Sylvesterkor játszódik, és ebben a könyvben igazából ilyen egy ideig két síkon nézzük a sztorit, pár nappal korábban, meg pár nappal később, és az a lényeg, hogy egy ilyen Isten háta mögötti faházikóba elmegy egy baráti társaság szilveszterezni, és hát így ugye az Isten háta mögött össze vannak zárva, úgyhogy vannak dolgok, amik azért kibuknak ott helyben, és hát másnapra az egyikőjük meghal. És akkor egyrészt nézzük azt, hogy hogyan jutottunk el oda, ahova eljutottunk a múltban, úgymond. Másrészt a jelenben keresik, hogy akkor mi is történik, hogy ki halt meg, mert azt is sokáig nem tudjuk, és hogy halt meg. Én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, azóta is szeretnék Lucy Foley-tól olvasni. Tudom, hogy a vendéglista valahogy jóval népszerűbb tőle, azt még nem olvastam, de már az is megjelent magyarul, meg a másik könyve is, van egy harmadik könyve is, na. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, mert nekem igazából tetszett már ez a könyve is, és így kicsit nem tudom, azt veszem le, hogy a vendéglista az talán még jobb, úgyhogy majd kíváncsi leszek arra is. Ez volt ez a szekció, amit tudtam mutatni, úgyhogy előveszem a jegyzetem. Azt hittem több van, de akkor még két könyv van a kis listámon. Az egyik a Nem mézes hetek, amit szintén egy romantikus könyv, és én nagyon-nagyon szerettem. Annak az a története, hogy szintén egyébként kamu kapcsolat, meg enemies to lovers, na mindegy, hogy a főszereplő tesója az éppen házasodik. És a főszereplő tesójának, a vőlegényének a tesója, ja, az így az ős ellensége a főszereplőnknek. Nem tudom, ez így most érhető volt-e. És a lényeg, hogy mindenki ételmérgezést kap az esküvőn, kivéve ők ketten. Ezért, hogy ne ússzon el a Hawaii Nászútnak ugye a jegye, ezért ők ketten mennek el a Nászútra, és akkor nyilván ugye úgy kell tenniük, mintha ők lennének az ifjú pár. És a Nem mézes hetek is egy nagyon-nagyon vicces, poénos könyv.
Én nagyon szerettem benne, hogy a volt egy-két bugyuta része a fő konfliktusnak, mert miért ne lett volna, de hogy alapvetően ami az ilyen romantikus könyvekre jellemző fő konfliktus, az egész értelmes volt benne. Úgyhogy így nem voltam, tehát nem akartam a falhoz vágni, hogy Istenem, ezt a hülyeséget, ami most éppen összevesztetek. Úgyhogy azt is nagyon szerettem, és nagyon, én nagyon jó időpontban is olvastam, én azt is érzem. Illetve az egy BookTube könyvklubos közös könyv volt, úgyhogy ha nem felejtem el, akkor szintén idebe fogom linkelni róla a kibeszélőt. Az a humoros hónapunkban volt, tavaly áprilisban, azt hiszem, igen. És az utolsó, a három dolgot mondj, nem jut eszembe a szerzője, a három dolgot mondj szintén egy nagyon aranyos kis ilyen ifjúsági romantikus kötet, amiben a főszereplőnk újvárosba költözik, és akkor egyből valaki az iskolájából anonim módon ráír, hogy akkor ő most segíti majd őt átlavírozni a középiskola, az új középiskola rejtelmein, és akkor így nyilván aki ráírt, az tudja, hogy ő ki, de a lány nem tudja, hogy ki az, aki ráírt, és akkor ugye benne van ez a derítsük is ki, hogy ki ez, de közben meg ez az anonim levelező társas tematika, amit én szintén nagyon szeretek, benne van. És igazából azért költözött újvárosba a lány, mert hogy az édesanyja meghalt, és az édesapja az új párjával összeköltözik oda. És nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, és ezt jól elmondtam, hogy miért olvassátok el, mert szerettem. Szóval a három dolgot mondja egy olyan könyv, hogy nagyon régóta volt várólistán, és aztán végre elolvastam könyvtárból, és nagyon szeretnék saját példányt is, mert olyan kis szívmelengető volt ez is. Mert nagyon cukik voltak benne a szereplők. És így ifjúsági romantikus könyvekből, ha így ugye a nem fantazit kiveszünk, akkor a legjobbak között van azért az is, mert sok mindenről beszél az a könyv, és azon felül, hogy ugye romantikus ifjúsági kötet, ugye a gyászfeldolgozás, meg mindenféle egyéb téma van benne, ami tök érdekes volt, és ugye a lány eleve egy ilyen elit magániskolába jár, mert hogy az apjának az új párja az. Annak van pénze megfizetni, hogy a két gyerek is oda járjon, na mindegy. Nagyon-nagyon szerettem a három dolgot, Julie Books-ba mondtam, eszembe jutott. És igen, nagyon-nagyon szeretnék saját példányt abból a könyvből. Mert ez az anonim csetes dolog, ez olyasmi, ami rájöttem, hogy én nagyon-nagyon szeretem. És nem olvastam ebből túl sok könyvet, de egyébként, tehát egy nagyon jól van benne. Na hát, akkor ezek lettek volna most így második körben azok az egyedülálló, nem sorozat kötetek, tehát egy kötetes könyvek, amiket én ebben a videóban ajánlanék. Nem mondom, hogy minden egy kötetes könyvemet előttem, mert ebből azért tudnék szerintem egy következő részt is összehozni, nagyon akarnék, úgyhogy majd lehet lesz. De most próbáltam kicsit olyan olvasásokat is összeválogatni, amik mondjuk régebbiek, meg újabbak is, szóval ilyen vegyesen, meg műfajilag is elég vegyesek lettek. Úgyhogy, ha valaki most esetleg nem vágyna sorozatba való belekezdésre, ez nagyon magyartalan mondatokat mondok, szóval, ha valaki most nem vágyna hosszú köteteket áttartó sorozatolvasásra, akkor innen akár tud szemezni, vagy az előző részből is akár. És hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!